A múltkorjában, amikor a Moszkvai Olimpia amerikai bolykottjával foglalkoztam, őszintén beismertem már hallgatóimnak, hogy nem vagyok sportszakember. Sőt, azok közé sem tartoztam azelőtt, akiket egy szép ugrás vagy egy rekord iramú futás izgalomba hoz. Nem kérem, eddig nem tartoztam ezek közé, és mi tagadás elismerem, hogy egy Las vegas revű Kisé hiányos öltözékben lévő hölgytagjait sokkal szívesebben néztem kánkán -kán táncolás közben, mint mondjuk hallgattam Szergej Szergejevics súlyemelő nyögéseit egy hatalmas súly kilökése során. Egy szóval egy ideig közömbös voltam a sportok iránt, aztán a sportba kevert politika bosszantani kezdett, de évek óta egyre jobban kedvelem ezeket az amatőr amerikai sportolókat akik a múltban minden nemzetközi versenyen hősiesen küzdöttek a keletről érkező, teljesen profi, de amatőr mezbe burkolt, kitenyésztett és függetlenített sportfenomének ellen, akiknek szereplése nemzeti propaganda volt, és ma is az. Még a foci sem érdekelt annak idején nagyon, kivéve, amikor még létezett a magyar aranycsapat, és 10 millió más honfitársammal együtt izgultam puskás öcséjék sikeréért. Aztán jött 1956, amelynek szele engem amerikáig sodort és a magyar aranyválogatottat is teljesen szétfújta. Utána hosszú évek teltek el, és az amerikai sportesemények nem fogtak meg. Sem a baseball, sem az amerikai futball. Talán nem is akartam soha igazán megérteni, bennem van a hiba, mert miért izgul 200 millió ember, ha nincs benne valami jó. A baseballt unalmasnak tartottam, az amerikai futball pedig erőszakosnak és izgalommentesnek. Rögtön elcsavartam a tévét, ha valami meccset közvetítettek. Azután, jó pár évvel ezelőtt, néhány erős fantáziájú amerikai rájött arra, hogy a labdarúgás ugyanúgy népszerű lehet pár év alatt Amerikában, mint a világ más részein. Igazi, amerikai stílusban hozzáláttak ennek megszervezéséhez, és csodák csodájára most már, 1980-ban egyre több a nézőközönségük, a TV közvetít állandóan meccseket, az amerikai iskolákban szinte mindenhol a kisrácoktól kezdve a középiskoláskon keresztül az egyetemistákig, Rúgják a labdát. Az egyesületek megengedhetik már maguknak olyan világsztárok leszerzőtetését, mint például Pelét, aki milliókat kapott azért, hogy népszerűsítse a focit Amerikában, és mellesleg megjegyzem, hogy ebben sikere is volt, Beckenbauert, a császárt, Johann Cruyffot, minden idők talán egyik legnagyobb játékosát, és így tovább. Ezek a sztárok bőségesen behozták fizetésüket, és azokat a milliókat, amit átigazolásukra költöttek. A foci sohasem látott népszerűsödés alatt áll az Egyesült Államokban, és bevalom őszintén, hogy én is ennek a láznak egyik rabja lettem. Olyan annyira, hogy járok meccsekre. Különösen azóta, hogy Washingtonnak is saját csapata van, mégpedig nagyon találóan diplomác névvel. Ez a csapat évekig küzdött azért, hogy a város megtarthassa magának, hogy elég közönséget biztosítsanak annak érdekében, hogy kifizetődjék működése. A jelek arra mutatnak, hogy ezek az erőfeszítések sikerrel jártak, és a New Yorki Madison Square Garden állt a csapat mögé anyagilag, ami lehetővé tette olyan játékos fenoménok leszerzőtetését, mint Johann Cruyff, Wim Janssen, és ennél a névnél egy kis szünetet tartok, mert személy szerint is büszke vagyok rá, a magyar Horváth Jóska Horváth József, az újpesti Dózsa volt játékosa, a magyar válogatott sokszoros volt tagja, sőt csapatkapitánya, már a múlt idényben a washingtoni csapat tagja volt. Előzőleg a New York állambeli Rochesterben játszott, ott telepedett le, és ott teresztett gyökeret. Horváth már tavaly a csapat egyik legnagyobb erőssége volt. Valahogyan a múlt szezonban még nem voltam ennyire a foci és nem láttam személyesen játszani, csak tévé közvetítéseken, az pedig nem ugyanaz. Idén Horváth nem játszott az első két mérkőzésen, sőt a csapat edzője Gordon Bradley, angol szakember, Cruyff és Janssen leszerzőtetése után azt hitte, hogy Horvátot átadja valamelyik másik liga csapatnak, és bekaszírozhatja a kiváló focista átigazolásáért járó lelépési díjat a diplomács. Nem így történt. A diplomács az idény első két mérkőzését a nemzetközi nagyszárok ellenére elvesztette, mert egy Cruyff sem csinál nyarat. Egyszerűen hiányzott Horvát a csapatból. Hamar rájöttek a hibára, és visszarendelték Washingtonba a Rochesteri házának nyugalmát élvező fiút. Horvát lelkesen meg is jelent, Két napos edzés után már az első héten a pályára lépett a filadelfiai csapat ellen. Csodák csodájára az ő ragyogó játéka következtében megfordult a kocka. A diplomác nyert, és Horváth nem csak két olyan támadást vezetett, amelynek során az ő leadásából született gól, hanem egyedül is hatalmas bombát rugott az ellenfél hálójába. 24 ezer ember látta bravúros teljesítményét, és ugyanennyi szurkoló háborodott fel azon, hogy az első két meccsből kihagyták. Az újságok hatalmas cikkekben számoltak be az elfelejtett magyar kiugrásáról. Nem csak a közönség, de a lapok, a rádió és a tévéállomások egyöntetően többet beszéltek Horvátról és magáról az ügyről, mint Krujfról vagy a mérkőzésről. Vasárnap természetesen Horvát már megint a kezdő csapatban volt Krujf mellett. Annyira lázba hozott, hogy én is kimentem megnézni a meccset. Kellemes napos délután volt, a sajtópáholyban ültem a kollégák között, és felfigyeltem arra, hogy már a mérkőzés kezdete előtt mindenki csak a horvát ügyről beszél. Kíváncsiak voltak arra, hogy vajon Jóska ma is úgy fog játszani, mint a múlt héten, vagy akkor nagyon akar csupán. Kicsit meglepett, amikor a főtribűnön egy hatalmas, zászló nagyságú transzparenst vettem észre, amelyen félméteres betűkkel ez állt. We love Joe, vagyis szeretjük Jóskát. És mivel csak egy Joe van a csapatban, ez a megtiszteltetés kétségtelenül horvátot illette. Amikor a játék kezdet előtt kiszaladtak a pályára egyenként, horvátnál felzugott a tömeg, és horvát, horvát kiáltásokkal buzdították, nagy taps közepette. Talán még jobban ünnepelték, mint az igazi nagysztárt Johann Cruyffot. Az előlegezett bizalmat Horváth aztán ismét kiérdemelte. Csapata, a diplomát, a jó képességű dalazi csapat ellen, ahol hat német Bundesliga sztár játszott, az első félidő végén Horvát jóvoltából már 2-0-ra vezetett. Az első gól az ő beadásából született, a másik pedig szinte hihetetlen módon majdnem a szögletből, kifliszerűen repült horvát ballábáról a csodálkozó Dalasi kapus feje felett a hálóba. A közönség tombolt, a körülöttem lévő újságírók öklükkel verték örömükben az előttünk lévő íróasztalt, és szítták az edzőt, hogy az első két mérkőzésen nem játszatta horvátot. Amikor a szünetben leszaladtak a pályáról, a közönség szinte kínosan Horvátot nagyobb ünneplésben részesítette ismét, mint a többi és szinte kitűnően játszó csapat valamennyi tagját. Furcsa érzés volt ülni egy Washingtoni stadionban és hallgatni, ahogy több tízezer amerikai torok ordítja Horvát nevét. Szinte irigyeltem. A szünetben a sajtópáho is hangos volt nevétől. A második félidőben még egy ragyogó leadásából született gól. A diplomát már három ra vezetett, amikor Horvát megsérült, és egy kis repedéssel a bokája alatt lement a pályáról. A közönség úgy tapsolta és éjjenezte, hogy szinte megállt a mérkőzés. Már nem is horvát, horvát volt az ordítodás szövege, hanem Vivant, József, vagyis Józsefet akarjuk, amit kicsit nehezen tudtak megtanulni, a Józsefből József Josef lett, de Horvát megértette. Nem csak ő, hanem a klub vezetősége is. Utána az öltözőben ott ült Cruyff mellett, és körülállták az újságírók, fotó- és tévériporterek. Horvát még csak törve beszél angolul, de az amerikai, illetve washingtoni közönség már a szívébe fogadta. A lapok hétfői és keddi számában szinte csak őróla írtak, úgy tárgyalják körülbelül tíznapos gyógyulási időre terjedő sérülését, mint a legnagyobb csapást, és a vezetőség hivatalosan a vasárnapi mérkőzés első számú sztárjának deklarálta. Így jutott el Horváth József a Pesti Grundokról az Egyesült Államok fővárosába, ahol ilyen rövid idő alatt szeretett és megbecsült kedvence lett a közönségnek azt hiszem, nagyon boldog. Legalábbis ezt válaszolta nekem, amikor az öltözőben új életéről beszélgettünk. Pedig nincs könnyű feladata megállni helyét egy olyan csapatban, ahol mellette Krujfok és Janszenek játszanak, olyan ellenfelek ellen, mint például Beckenbauer vagy Gerd Müller. A mérkőzés után átlapoztam a sajtó számára készült közleményt, és jóleső érzéssel láttam, hogy a Diplomats foci csapatnak már kilenc amerikai tagja is van. Olyan amerikai srácok, akik itt az iskolákban kezdték rugni a labdát, és profik lettek. Jó profik. Ha pedig a labdarúgás ilyen ütemben folytatja diadalútját az Egyesült Államokban, mint az elmúlt pár évben, akkor nem kell sok évnek eltelnie ahhoz, hogy egy benszülött amerikaiakból álló csapat is ott legyen majd a világ legjobbjai között. Minden sovinizmus nélkül hangsúlyoznom kell, hogy nem csak Horvát, illetve az a tény, hogy magyar származású lelkesített fel. Örültem annak, hogy a labdarúgás ilyen népszerűvé válik, és büszke voltam arra, hogy ismét egy magyar, egy olyan magyar, aki végleg az Egyesült Államokban keresett és talált otthont, lett ennek a hullámnak egyik zászlóvivője. Hajrá, Horvát! Csak így tovább, itt Bán beszél.